Sziasztok! Itt vagyunk az idei cosplay farsangban, és az év cosplayessével, Koltai Csabival fogunk beszélgetni. Sziasztok! Koltai Csaba, alias Drake. Mesélj egy kicsit nekünk a munkásságodról. Fú, hát igazából nem túl régóta csinálom. 2015. októberében volt a legelső kész cosplayem. Az egyik kedvenc játékomból, a Hellgate Londonból, egy templár. Utána egy év kimaradt. Majd 2016 szintén őszén az első mondókonon mindjárt két díjat is sikerült nyernem a második jelmezemmel effektív, és úgy onnantól beindult igazából minden. Először is gratulálunk a címhez, másodszor is, hogy kerültél bele így a cosplay készítés világába? Hú, ez egy érdekes sztori. Imádom a Star Wars-ot, ki nem? Merjétek azt mondani, hogy nem. Találtam egy illetőt interneten, aki szintén cosplay készítéssel foglalkozik, bár akkor még fogalmam nem volt erről a szóról, hogy mit akar, vagy mit jelent. Rendeltem tőle egy ruhamosztagos sisakot, meg később egy E11-es sugárvetőt. És annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a többi része is meg lenne. És mikor megtudtam az árát, hogy mennyi egy ilyen komplet jelmez, hát úgy kicsit elszörnyűködtem rajta, és hát elkezdtem beszélgetni a sráccal, és azt mondta, hogy hát tud alternatívát javasolni rá, hogy ezeket mégis hogyan lehetne, és igazából javasolt egy programot, ezt a Pepakura programot, és onnantól kezdve meg tényleg nem volt megállás, mert gyártottam ezerrel magamnak a mindenféle dolgokat otthonra. Pontosan mi ez a program, vagy mit tud? Hát igazából ez egy 3D-s papírmakett program igazából. Úgy kell elképzelni, mint a legtöbb 3D-s programot, annyi különbsége, hogy ebben nagyon szerkeszteni dolgokat nem lehet, inkább csak megjeleníti a dolgot. És ami a legjobb benne, hogy míg az egyik oldalán megmutatja a modellt 3D-be, addig a másik oldalt kettődimenzióban szétszedve effektív poligonokra szétbontja, és az ember úgy csinál magának sablont belőle, ahogyan akar. Nagyon érdekesen hangzik. Mesélj nekünk, hogy kinek öltöztél most? Hát jelenleg a Witcher című játékból Riviera Geraltnak. Még nem nagyon sikerült a játékkal játszanom. Most nemrég költöztem Pestre, és nem nagyon van olyan jellegű jelmezem, ami kicsit ilyen kisebb lenne, és kényelmesebb egy ilyen fajta rendezvényre. És ezért egy jó barátomtól kaptam kölcsön. De annyira megtetszett, hogy most már második alkalommal van rajtam, és most már a játékkal is elég erősen szemezek, hogy most már ki kellene próbálni. Hát mindenképp érdemes kipróbálni, mert nagyon sok díjat nyert, és szinte csak jókat lehet róla hallani, úgyhogy én mindenképpen ajánlom. Ugye említetted, hogy kisebb jelmezek. Ez alatt mit értesz? Van esetleg nagyobb? Hát igazából javarészt csak ilyen nagyobb kiterjedésű jelmezeim vannak, mint például legutóbb, vagy amivel sikerült most ezt a címet megnyerném, azt az év cosplayesét. A StarCraft 2-ből ugye a Protoss, ami alapjában véve viszonylag egy elég kényelmes, de azért egy egész napos rendezvényt kibírni benne az elég izzasztó tud lenni, tehát így a méretét tekintve. Hogyan definiálnád azt, hogy egy ruha nagy? Mitől számít annak? Hát igazából nagynak inkább a méretét tekintve értem, és az most mindegy, hogy melyik irányban, tehát hogy szélességben vagy magasságban. A Vienna Comic Conon a Larger Than Life kategóriában indultál. Mi kell ahhoz, hogy ebbe valaki jelentkezhessen? Hát igazából a kategóriának egy nagyon nagy kitétele, hogy bármelyik irányba legalább 30 centivel az ember nagyobb legyen, mint amekkora valójában. Tehát ez egy nagyon-nagyon alapkitétel. Illetve ami még nagyon fontos, hogy magára a színpadra úgy kell felmenni, hogy minden segítség nélkül. Tehát fel kell jutnod a színpadra minden segítség nélkül, és tudnod kell benne mozogni. Az szép. Ide is a Protoss vitted, ugye? Igen, ide is a Protoss vittem. Hát az az igazság, hogy mikor kiérkeztünk, úgy voltam vele, hogy hát nem tudom nekem mi keresni valóm van itt, amilyen felhozatal volt, tehát Magyarország szintű dolgokat, hogyha megnézzük, azt meg kell szorozni egy öttel legalább, és a legrosszabb jelmez is olyan volt, és kicsit valahogy kis halnak éreztem magam a többiek között, és úgy voltam vele, hogy már azzal nyertem, hogy kijutottam. Azt meg nem ismertem volna gondolni, hogy igazából a kategóriámban a harmadik helyet megszereztem, ezáltal a dobogóra is állhattam.
Úgyhogy ez már egy nagyon jó érzés volt. Hát gratulálunk ehhez is. Mi lesz a következő nagy jelmezen, amit el fogsz készíteni? Hát igazából az idei évre egy kisebb, illetve egy nagyobb projekt van betervezve. A kisebbet azt már elkezdtem készíteni, az a Vikingek című sorozatból a főszereplő, mint Ragnar Lodbrok. Ezen belül is a második epizód, vagy a második évados Jarl ruháját. Sokan mondták, hogy hozzám mérten ez egy picit nagyon gyermeteg jelmeznek tűnik, és mindenkinek említettem, hogy lehet, hogy küllemben nem egy hatalmas nagy dolog, viszont a munka, ami benne van, az rengeteg, ugyanis az összes fémkarikát saját magam kézzel készítem és hajtom, rendes bőrből lesz maga a páncél, illetve az összes munka, ami benne lesz rendes kórhű anyagból, illetve még a fegyverek is ugyanúgy rendesen fapajzs, illetve ugyanúgy egy kovácsolt fejsze. Ez volt a kisebbik, a nagyobbik viszont őszre készül, az hát szó szerint egy nagy, ugyanígy termetében, mint a Protoss, bár ő szélességre is egy kicsit nagyobb lesz, ez a World of Warcraft-nak az egyik warchiefje, egy Gromash Hellscream. Úgyhogy ott mindenféle irányba nagy méretű lesz a jelmez. Milyen tanácsot adnál egy olyan embernek, aki most vágna bele a cosplayezés világába? Hát ez egy jó kérdés igazából. Videó, gyakorlás. Tehát én azt mondom, hogy érdemes belefektetni az energiát. Nem feltétlenül kell rengeteg pénzt belefektetni. Én azt mondom, hogy az ember vegyen meg mindenféle anyagból kisebb mennyiséget, kezdjen el otthon kísérletezgetni vele, próbálgassa, hogy melyik anyag hogyan reagál a másikkal, a technikákat érdemes kipróbálgatni, illetve tényleg én a mai napig rengeteg videót megnézek, még ha már láttam is a videót, még akkor is, mert mindig fedezek fel benne újdonságokat. Tehát ha azt nézzük, hogy aki most kezdi el, mint ahogy én is ugye nemrég kezdtem, sokkal nagyobb előnnyel indulunk, mint akik már egy mondjuk 6-10 éve csinálják, mert megvan az a tudástár már effektív az interneten, ami elérhető bárkinek, csak használni kell. Nagyon jó hangzik. Munka mellett mennyi időd jut arra, hogy a cosplayeiddel foglalkozz? Hát most egy picivel kevesebb. Tehát mint ugye az elején is említettem, ugye nemrég költöztem Pestre. Maga a munkám ugyanaz maradt, tehát cégen belül raktak át, viszont itt egy picivel, mivel másabb a munkabeosztásunk, többet dolgozok, tehát így egy kicsivel kevesebb idő jut rá, illetve szabadidőmben még hát azért saját magamról is gondoskodnom kell, tehát az otthoni dolgok, tehát így egy picit kevesebb, de mindig próbálok időt szakítani arra, hogy a saját magam, illetve akár a megrendelések is, hogyha olyan van, akkor menjenek simán. Így átlagosan hány megrendelésed érkezik? Hát elég változó, érkeznek kisebbek is, nagyobbak is. Inkább azt mondanám, hogy kevés az a százalék, aki azt mondja, hogy akkor tényleg csináljuk. Az a baj a mai társadalommal, hogy nem tudják nagyon értékelni azt, vagy felmérni, hogy mennyi munka rejlik egy adott munkában, és sokszor annyira bagatell filléres árat akarnak adni egy adott munkáért, hogy sokszor még az anyagköltség sem fedezné. Van olyan esetleg, akivel így közösen szoktál dolgozni, esetleg ilyen páros cosplay, vagy mindig egyedül? Hát eddig javarészt egyedül. Volt tervezett páros cosplayünk, csak sajnos a hölgynek, akivel csináltam volna, munka miatt nem sikerült megcsinálni a dolgot, amit nagyon-nagyon sajnálok. Az mellett egyébként igen, barátaimmal többször beszéltünk már közös cosplayekről, illetve most is tervben van így egy baráti csoporttal egy közös cosplay projekt. Nagyon jó hangzik, már kíváncsian várjuk, és hát a legjobbakat kívánjuk a jövőre.